Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon érdekes dolgot fogok bemutatni, a NixOS-t. Ez igazából egy nagyon, de szó szerint vegyetek, nagyon különleges Linux disztribúció, teljesen más elveken alapul, mint a megszokott disztribúciót. Azaz, ha valakinek van kedve egy érdekességet, egy unikális és nagyon hasznos dolgot megismerni, őneki jó szívvel ajánlom a NixOS telepítését, illetve a kipróbálását. Ami fontos, azt fogjuk megnézni, hogy az alaptelepítés hogyan fog működni. Azaz én, mivel hogy nem értek annyira hozzá, hogy ebből jelen pillanatban komoly videót tudjak csinálni, a működését nem fogom tudni bemutatni. Tehát nem is arra terjed ki, hanem arra terjed ki ez a videó, hogy eddig, illetve az elmúlt ideig ezeket a Linux disztribúciókat, ezeket az érdekesebb, unikálisabb disztribúciókat általában nehézkes volt telepíteni, most már elég régóta kijött egy olyan megoldás, hogy grafikus felületen is tudjuk telepíteni. Azaz, megnézzük, mit kapsz, ha telepíted a NixOS-t. Ami nagyon fontos, és nagyon ritkán mondom valamire azt, hogy az nagyon más. Ez valóban nagyon más. Azaz a felhasználó környezetben, tehát az, hogy egy programot futtatsz, és azzal te szöveget megírsz, az megegyezik például a többi disztribúcióval. Ilyen téren nincs eltérés, tehát jelenleg, ahogy mindenki sejti, hogy egy program, egy akármilyen program, éppen a videó felvevő program pontosan úgy fog működni az alatt is, mint más Linux disztribúció alatt is. De a rendszergazdai feladatok eltérnek. Nagyon eltérnek, sem a hagyományos könyvtár és egyéb szerkezettel nem fogsz találkozni. Tehát ott egy kicsit más a könyvtár szerkezet. Ez problémákat is adhat, akkor, hogyha nem úgy állsz hozzá, ahogy kell. Tehát ezt újra kell tanulni. Erre azért oda kell figyelni. Sem egyéb megszokott dolgokkal ott nem találkozunk. Azaz a hagyományos könyvtár szerkezettel, meg a hagyományos file szerkezettel, meg a megszokott dolgokkal nem fogunk találkozni, mert ők másképp gondolkodnak. Nyilvánvalóan felmész az oldalukra és elolvasod ezeket a más dolgokat, miben más, miért más, hogyan más, és egyébként is miért csinálták ezt úgy meg, ahogy megcsinálták. Én azt mondom, a stabilitás, illetve a reprodukálhatóság miatt ez egy nagyon jó gondolat. Máshogy gondolkodnak. A csomagkezelése az úgynevezett Nix csomagkezelővel történik. Nyilván NixOS, sejti mindenki, hogy a kettő valahol testvér. A Nix csomagkezelőt egyéb disztribúcióra is fel tudod rakni, és olyan 80 ezer csomagot tartalmaz. Ez nagyon fontos, hogy telepítés előtt győződj meg arról, bár én azt mondtam 80 ezer, de biztos vagyok benne, hogy előfordulhat, hogy pont az az egy, ami neked kell, az nem lesz meg ebbe a csomagtelepítő rendszerbe. Itt más módon nem olyan könnyedén fogsz tudni telepíteni. Itt nagyon-nagyon-nagyon, mivel a Nix csomagkezelőre épül a NixOS, nagyon-nagyon erre épül. Tehát az a csomagkezelési módszer, amit ők használnak, az a file rendszer, az a könyvtárszerkezet, az az elgondolás, az más, mint a megszokott, itt azért nehézkesebben fogsz tudni egyéb csomagtelepítési módszert használni. Hozzáteszem, Apimidget, Flatpak-et tudsz hozzá használni, ez a kettő gyárilag és úgyhogy támogatott. Tehát ezt fel lehet rakni kis ilyen-olyan telepítgetéssel, kis ilyen-olyan megoldásokkal, akár az Apimidget, akár a Flatpak-et tudod telepíteni, de ha se egyikbe, se másikba, ráadásul még a NixOS-be sincs bent, a Nix csomagkezelőbe, azt, amit te fel szeretnél rakni, akkor gondba leszel, erre figyelj! Ezt azért hangsúlyozom ki, és egy picit túl is dimenzionálom, hogy nehogy valaki azt a rossz érzést keltse saját magába, mert hát ez mindenhol le van írva, hogy bizony ez a rendszer rossz, és igazából nem úgy működik, hogy kell. Ez úgy működik, csak máshogy működik. Tehát a Linuxon megszokott, a többi disztribúción, egyéb disztribúciók 99%-ától egészen eltérő gondolatokat tettek ők meg, azaz figyeljünk erre. Amit tudni kell, és ez nagyon-nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, akinek van kedve olvasson utána, én leegyszerűsítem olyan szintre, ami már majdnem karcolgatja a slendrián hozzá gondolásokat, azaz figyeljünk arra, leegyszerűsítem a csomagkezelést. A hagyományos telepítéssel szemben a rendszer egy linket képez a programról, és az rámutat erre a csomagra, erre az adott csomagra, azaz a link az állandó, de ezek a csomagok,
ezek a csomagok változhatnak, de a programverziók változhatnak, azaz gyakorlatilag ő úgy gondolkodik, hogy van egy X elnevezésű program, azt feltelepíted az X elnevezésű programot, akkor nem az X program az, ami fut, illetve hát az fut a háttérbe, de ő csinál egy X elnevezésű linket, és az rámutat erre a csomagra, erre a programocskára. Picit más elgondolás, miért van egy állandó elnevezésed egy csomagnak, hogy X, az a neve, hogy X, akkor a mögött lehet egy beta verziójú X elnevezésű program is, de lehet utána, ahogy fejlődik, egy 101-es verziószámú atomstabil verzió. Tehát gyakorlatilag nem nyúl hozzá magához a linkhez, csak a mögötte lévő programokat változtatja. Na jól leegyszerűsítettem egy nagyon komoly dolgot. Így több verzió együttesen a gépen is lehet. Logikus, hát gondolj bele, hogyha az X link az, amit te meghívsz egy programmal, tehát azt mondod, hogy fusson az X, akkor az X link indul el, akkor mögötte lehet egy X a verziójú, de esetleg a gépen lehet a B verziójú, meg a C verziójú is, és amikor esetleg valamivel probléma van, vagy más verziót szeretnél használni, simán a linket átirányítják a másik verzióra. Így megkapod azt a lehetőséget, hogyha telepítesz valamit, és frissítesz valamit utána, esetleg az a frissítés mégsem nem olyan jó, akkor gond nélkül vissza tudsz térni az előzőhöz. Ez adja a NixOS atomstabilitását, mert bármi probléma van, mindig vissza tudsz léptetni. Mindig el tudsz indítani egy olyan rendszert, olyan környezetet, olyan akármit, ami az előzőekben működött. Azaz nem azt az elvet követi, mint egyéb rendszerek, hogy mindenféle egyéb dolgokat, programokat, akármiket felülírnak frissítéskor, mert új verzió, hát az szépen felülírja a régi verziót, hanem természetesen az előző verzió is megmarad, és ha kell, vissza tudunk térni hozzá. Nagyon jó dolog, főleg akkor nagyon jó dolog, hogyha esetlegesen te szeretsz kísérletezgetni, mert igazából, ha megismered NixOS-t, és a Nix csomagkezelést, és az összes hozzátartozó, nagyon-nagyon összetett gondolatokat, akkor neked bármilyen olyan rendszert össze tudsz rakni, ami kísérleti jellegű, és hogyha nem jó, akkor simán azt mondod, hogy az egész gubanc lemegy, és akkor megmarad a régi verzió, a régi elképzelés, a régi program összeállítás. A NixOS nagyon más, megint oda van írva, ne felejtsétek el ezt a gondolatot, itt újra kell tanulni mindent. A hagyományos elgondolás, ahogy az előbb mondtam, semmi gond, felteszem a programokat, a program verzió 1-et, a függőségek jönnek vele, az ajánlott és a javasolt kiegészítések ott vannak, tehát mondjuk az apt-get vagy egyéb programmal, DNF-fel, akármivel, Archon-mal, Pacman-nal, egyébbel feltelepítesz valamit, az feltelepül kalapkabát. A NixOS, ahogy az előbb mondtam, van a program név, a program, ami egy link, ami rámutat a program verzió 1-re, és telepítéskor feljönnek a függőségei, az ajánlott és javasolt kiegészítések. Ugyanúgy, mint az előzőekben, illetve a másik Linux distribúciónál feljön egy program, feltelepül, de itt a programra egy link fog rámutatni. Hát hagyományos elképzelés szerint, ahogy említettem, felül lesz írva. Tehát, hogyha a program 1-es verziója volt, és az 1-1-es verzióra frissült, akkor az 1-0-as verzió eltűnik, leszedi a megfelelő függőségeket, feltelepíti a megfelelő függőségeket, ami nem biztos, hogy ugyanaz a függőség, mint a verzió 1-eshez tartozott, hiszen az 1.1-es szeretnénk már használni. Tehát felülírnak sok mindent, letörölnek, újraírnak, újrakészítenek egyébet. A NixOS, a Nix csomagkezelés másképp működik. Megvan neki a kis linkecskéje, aminek a neve program. Nincs verziószám vagy egyéb gondolat, hanem azt mondja, hogy ő a program. Új feltelepül, azaz a gépre felkerül a program 1.1-es verziója, jönnek a függőségek, ajánlott és javasolt kiegészítések, ugyanúgy, mint máshol. De ő azt mondja, hogy oké, nagyon szép dolog, hogy valami frissült, de legyen szíves megtartani már a régit is, egy külön, mind egy kis ketrezve, mind egy kis dobozva, és akkor, hogyha valami program balhé van, mert hát elő szokott fordulni, igaz? Frissítéskor, nagyon frissítéskor előfordul, hogy a régebbi jobb, mint az új, akkor bizony a kis nyilacskát vissza lehet, a linket vissza lehet irányítani a gépeden meglévő, tehát
a te gépeden meglévő. Nem függ attól, hogy megvan-e az a program, verzió, ami előzőleg működött a tárolóban, vagy az interneten, vagy akárhol, te gépeden fönt van az a programocska, és bizony a program jelen pillanatban frissítés miatt az 1.1-es verzióra mutat, akkor visszakerül a linkecske a régebbihez, az 1.0-ra, és utána letörölheted az 1.1-est, vagy akármit lehet vele csinálni, de a program futni fog, hiszen a régi verzió eddig is működött. Oké, ez nagyon jó dolog, igazából ilyen visszaléptetéseket a legtöbb rendszerben meg lehet csinálni, 1-2-3 verziót a tárolók kapacitásától, a programozók kedvétől függen. Igen, nem. De mi van akkor, hogyha ezen túllépnek? Szabadon tudsz a 2-3-4 verzió között léptetni, elgondoláson túllépünk. Mi lenne, ha ilyen elgondolás mentén külön elszeparáltan használnánk ezt az elvet a környezetekre, az asztali környezetekre is? A hagyományos megoldás, az általános Linuxos megoldás az, hogy van egy gyökérkönyvtár, annak vannak alkönyvtárai, van a home könyvtár, vannak annak különböző alkönyvtárai. Azaz egy darab olyan gyűjtő root könyvtár, gyökérkönyvtár van, amiben különböző struktúrák szerint összerakosgatják neked a asztali környezeteket. Idáig nincs semmi probléma, mert ha felteszed a KD-et és használod, azzal nincs probléma. De hogyha a KD-et felteszed, ő lesz a példa, meg a GNOME, tehát a KD-et felteszed, ővele jönnek a függőségek, az ajánlott javasolt kiegészítések, saját programok. Oké, arra gondol az ember, hogy fel szeretné rakni a GNOME-ot is, mert hát ki szeretné próbálni. Ő fölhozza a saját függőségeit. Fölhozza az ajánlott, javasolt kiegészítéseket, STB. A kettő, a KDE és a GNOME szöges ellentétű gondolatok, programkönyvtárak, függőségek mentén dolgozik. A kettő között lehetnek olyan átfedések, amik ütik egymást. Ütközések lehetnek. Hát bizony, a NixOS ezt úgy oldotta meg, hogy azt mondja, hogy oké, felrakjuk egy külön térbe, külön gondolat mentén, külön megoldással a KD-t, a függőségeit, meg ami hozzá tartozik. És egy külön, másik külön térbe felrakja a GNOME-ot, a GNOME-hoz tartozó függőségeket, ajánlott és javasolt kiegészítéseket, és a kettő között simán tudsz váltani, hiszen a kettő nem egy térbe kerül bele, nagyon leegyszerűsítve, hanem külön dobozba van. És azt a dobozt veszed elő, amit akarsz. Mivel a dobozban lévő dolgok nem keveredhetnek, nem lehet ütközés. Nem lehet olyan, hogy mondjuk az általánosan használt fájkezelőt a KDE és a GNOME saját kedve szerint átirogatja. Ő az egyiket, a másikat tartja alapértelmezetnek, és előfordul, hogy a kettő között ütközés van, mert esetlegesen a KDE alatt nem olyan szépen működik a GNOME-os gondolat, mint például a sajátja. Tehát lehetnek ütközések, és másik nagyon jó dolog, és ebben én belefutottam, Cinnamon, illetve GNOME telepítés egy gépre, egy rendszerbe, gondolat mentén, hogy jó-jó, kipróbáltam, hogy hogyan működik egy GNOME, és a Cinnamont használnám inkább a későbbiekben, a GNOME-ot leszeretném szedni. Na hát egy csomó olyasmit leszedett, illetve átírt, amire igazából én nem adtam engedélyt, de mivel a telepítéskor a betű formátum, a betű méreteket, a betű típusokat, a terminálba fogta magát a GNOME, átírta. Nem örültem neki. De hogyha ezek külön-külön-külön dobozba vannak, akkor a 2, 3, 4, 5, 10 között a váltás egyszerű, mert nem keveredhetnek össze a dolgok. Hozzáteszem, ennek van egy iszonyat nagy hátránya, az, hogy nagyobb telepítéseket fogunk kapni, de véleményem szerint azzal, hogy külön dobozokat használunk, na, ez igazán slendrián megfogalmazás, azért megéri, hiszen akkor nem keverednek össze a dolgok, nem lehetnek konfigurációs egyéb átfedések, hanem az összes doboz külön van tárolva, és nagyon egyszerű a váltás, itt a középen lehet látni egy itt középen lehet látni azt a bejegyzést, ahogy ki lehet kommentelni, illetve lehet engedélyezni egy-egy futtatási környezetnek a meghatározó állományát, és hogyha legyen megint a példát mindig az E3,
könnyen kiejtem, E3NIX-be, ebbe a konfigurációba be van írva egy csomó dolog, ha azt indítom, azt aktiválom, akkor ő pontosan azt fogja tenni, azt fogja futtatni, azokat a programokat fogom látni, ami abban bent van. Hiába van fent, nem nekem, ez más, ez a konfigurációs fájl. A magyarácsot készítő srácnak valahova bedobta ezt a képet, és én onnan, hogy lementettem, az E3-at szeretném futtatni, akkor kiveszem előle a hashtag jelet, a kettős keresztet, és ami abba a konfigurációs fájlba be van írva, azok a programok futnak, azok lesznek fönt, azokat látom. Fönt van például a DVM is, és ahhoz más programokat telepítettem, akkor nem fogja az E3-as látni. Tehát teljesen tisztán tudod tartani az összes környezetedet, egy-egy ilyen kis hashtag áthelyezéssel, kikommentelési gondolattal, és utána villámgyorsan azokat fogja látni. Ez a linkeléses, nagyon leegyszerűsítettem, linkeléses dolog ebből a szempontból iszonyat kényelmes és iszonyat jó. Egy picit az előzőeket összefoglalnám, mert lehet, hogy nem mindenkinek volt teljesen egyértelmű. Amíg a hagyományos elgondolásnál egy térbe, a gyökérkönyvtárba kerül az összes mindenféle feltelepített asztali környezetet egyebek, programkészletek, akkor gondot jelenthet, hogy esetleg ütköznek, esetleg átfedések vannak, esetleg a GNOME, KDE, Cinnamon, egyéb XFCE környezet nem biztos, hogy együttesen jól fog működni, valami probléma mindig szokott előkerülni, valami átírás, átfedés, másik programot akar használni alapértelmezetnek, szóval ilyen problémák elő szoktak fordulni. Nyilvánvalóan mindenki belefutott problémába, főleg akkor, hogyha valamit feltelepít, és utána leszeretne szedni egy asztali környezetet, esetleg leszed olyasmit is, amit nem kell. A NixOS külön kezeli az eltérő konfigurációkat teljesen. Tehát, minthogyha külön gép lenne. Amikor váltasz, az előbb megmutattam, illetve egy képet betettem róla, a hashtaget ide-oda elhelyezgeted, akkor egy teljesen tiszta, a másik asztali környezet elemeitől mentes környezetbe is tudsz váltani. Tehát mondjuk a KDE alatt, legyen ez a példa, feltelepítetted a Dolphin fájkezelőt, és átváltasz a GNOME asztali környezetre, és annak a konfigurációs állományába, amit te állítasz be, nincs bent a Dolphin, akkor ő nem fogja mutatni neked, hogy egyáltalán a gépeden van ilyen program, hogy Dolphin, nem fogsz te vele találkozni. Nagyon professzionális. Általánosságban is igaz. Annyi konfigurációt hozol létre, amennyit akarsz, és azok egymást nem zavarják. Megismétlem, annyi konfigurációt hozod létre, amennyit akarsz. Most KDE és GNOME vonalon beszéltünk, de ez lehet 2-3-4-5 fajta GNOME környezet, amiben mondjuk egyiket használod, a másikat pedig tesztelésre használod, esetlegesen ilyen-olyan telepítések kipróbálására. Nagyon kényelmes, mindig úgy gondolj erre, mint egy dobozt. Azt a dobozt veszed le, amit szeretnél, és az van abban a dobozban, amit a konfigurációs állományba te beírtál. A NixOS nagy előnye a szeparált konfigurációk lehetősége. Ha jól használod a lehetőségeket, akkor bármit kipróbálhatsz kockázat nélkül. Miért? Mert nyilvánvalóan a konfigurációs fájl, ahogy az előbb lehetett látni, meg hát a interneten körbenézől láthatod, az egy sima szöveg. Hogyha ezt a szöveges állományt lemásolod más néven, és abban másokat írogatsz be, más programokat, más konfigurációt, más elgondolást, akkor nyilvánvalóan már kettő darab különálló dobozod lesz, kettő konfigurációt lesz, és teljesen el lesznek egymástól szeparálva. Lényeg, maga a telepítési csomagkezelési mód is igen szuperül meg van csinálva. Háromféle telepítési mód van. A háromféle telepítési mód első időben mindenkit zavar, hát az első pillanatban, amikor megláttam, azt mondtam, hogy köszönöm, ez nekem nem kell, ez valami olyan kockafejű gyikoknak való. Aztán ráébredtem, hogy megvan a logikája, három darab telepítési lehetőség van. Az első telepítési mód, ami egy P kapcsolóval működik, az a próbatelepítés, nem ez a hivatalos neve, de én így hívom. Van egy program, mondjuk a Ranger program, nem tudod, hogy kell-e neked vagy nem. Nem tudod, hogy kell-e neked vagy nem, és ki szeretné próbálni. Hagyományos Linuxos környezetbe felrakod. Oké,
Ebben nincs gond, de amikor le akarod szedni, nem-e biztos, hogy neked az összes függőséget egyebet leszedi. Természetesen a legtöbb csomagkezelési módszerben van ilyen egy tisztítás, auto-remove, meg egyéb gondolat, de én úgy gondolom, hogy hát ez azért valljuk be, nem olyan egyszerű. Ez a próbatelepítés úgy működik, hogy felteszed az adott programot, ő szépen feltelepül, megkapja a saját kis elzárt dobozkáját, és abba jól el van. Odáig van el, amíg újra nem indítod a gépet. Akkor ez nem kerül be a konfigurációk közé, nem kerül bele abba a nagy dobozba, ami a konfigurációdat mutatja, hanem csak feltelepül. Amikor újra indul a gép, ez el fog tűnni. Tehát ki tudod próbálni annélkül, hogy bekavarna. Bekavarna neked a rendszeredbe, szeparáltan fog működni, kipróbálod, nem lesz olyan, hogy a függőségek fent maradnak, nem lesz olyan, hogy a konfigurációs fájlok fent maradnak, nem lesz semmi olyan probléma, ami bosszantó szokott lenni. Miért? Mert nyilvánvalóan, hogyha naponta, hetente kipróbálunk egy-egy új programot, tesztelés, nézegetés, bemutatás célzattal, és utána a home könyvtárad, meg a gyökérkönyvtárad tele lesz gányolva mindenfajta ott maradt dologgal. Megvan a logikája, miért maradnak ott, de azért elég random néz ki, hogy bizony van egy csomó olyan konfigurációs állomány, olyan beállító állomány, ami fent maradt olyan alkönyvtár, könyvtár, ami fent marad egy program mögött, hát bizony itt nem, itt a doboz szépen kidobja újraindításkor, és neked semmi kárkockázatod nincs azzal, hogy kipróbáltál valamit, és ne csak egy Rangerre gondolj, vagy egy kisebb programra, ugyanígy fölrakhatsz ezzel a kapcsolóval esetlegesen egy nagyobb programot is, rengeteg függőséggel, rengeteg felhozott ajánlót és egyéb programrésze. Szóval nagyon-nagyon jó dolog. A végleges telepítés, azaz a normál telepítés egy másik kapcsolóval történik, nyilvánvalóan ekkor már bekerül a nagy dobozba ez a kis doboz, azaz a program folyamatosan telepítve lesz. Oké, ez kényelmes, igazából nem is tér el annyira attól, amit megszoktunk, maximum az, hogy ketté van választva, ilyen próbatelepítés, meg végleges telepítés, és a szeparáció miatt kényelmes lesz az életed. De a legnagyobb előnye, és véleményem szerint a legeslegnagyobb előnye a NixOS-nek, illetve ennek a csomagkezelési módszernek az, hogy nem biztos, hogy egyesével kell telepítgetni valamit, hanem van egy központi konfigurációs állomány, bele lehet írni azokat a programokat, magyarul egyszerűen elmondom, felsorolni, oszlopba felsorolni azokat a programokat, azokat a szolgáltatásokat, azokat a részeket, azokat a beállításokat, amit te szeretnél. Azaz nem egyesével telepítesz, hanem van egy lista, mindegy script, ami benne van ebbe a rendszerbe, és oda szépen felsorolod, hogy bizony ezeket légy szíves ezen környezetbe ezzel a névvel telepíteni, és telepíteni fogja az összeset. És amíg ez a konfigurációs állományodat aktívan tartod, odáig ez lesz az érvényes. Ha csinálsz másik konfigurációs állományt, és azt indítod, illetve azt aktivizálod, akkor egy teljesen más környezetet fogsz kapni, ha az egyikbe bent van az Obsidian irogató program, a másikban nincs, akkor a másikban nem fogod látni, az egyikben meg ott lesz. Szuper! És valóban ennyi, oké, a szintaktikáját meg kell tanulni, oké, oda kell figyelni, mert ha 500 darab programoska van feltelepítve, azért már azért valami rendet kell benne tartani, de azért valljuk be, ez nagyon kényelmes. Ez azért is kényelmes, mert ha megcsinálod ezt a konfigurációs állományt, ezt a felsorolást, hogy milyen programokat szeretnél te a gépeden látni, akkor azt le tudod menteni. És a következő telepítésnél, ha ezt aktiválod, akkor ő el fogja végezni az összes programnak a telepítését. Pontosan úgy, ahogy az előző volt. Tehát ez egy reprodukálható operációs rendszert fog adni, nem neked kell
listából, mert nekem lista van, vagy scriptbe. Ilyet is csináltam, a scriptbe összeírogatni, és lefuttatni, és keresgélni, hogy mi kell, mi nem kell. Ráadásul valljuk be, esetlegesen havonta egyszer, hogyha karban tartja az ember a scriptet, bent maradhat olyan is, vagy nem kerülhet be olyan is, amire nem, vagy éppen szüksége van. Ha pedig látod azt, hogy a rendszeredben valami fut, akkor ebbe bekerül, és akkor az jó, amikor letöröd, ebből kiveszed, és mindig napra kész lesz a telepítésed, és másolható. Mondjátok azt, hogy ez nem szuper ötlet. Nyilvánvalóan, aki feltesz egy rendszert, és rajta megírja a leveleit, és elvégzi a napi feladatait, és fent van a telepítése, és folyamatosan frissít, ennyit akar vele foglalkozni, önnek ez nem újdonság. De annak, aki szeret kísérletezni, játszadni, próbálkozni, tanulni, őneki ez nagyon-nagyon kényelmes megoldás. Ha megtetszett a gondolatsor, hogy egy érdekesebb operációs rendszert kipróbáljál, egy érdekesebb Linux disztribúciót kipróbáljál, akkor fel kell menni a honlapra, el kell olvasni a leírásokat, illetve hát legalábbis azokat az ismertetőket, amik elmondják, hogy ők miért így csinálták, milyen jó dolgokat csináltak, és hogyan kéne alapesetben használni, és ha tetszik, akkor letölteni. A letöltésnél érdemes tudni, hogy van grafikus megoldás is, illetve van egy minimális megoldás is. Azaz véleményem szerint kezdetben érdemes a grafikus képet letölteni. Igen, figyeljünk arra, hogy oda van írva, hogy GNOME, illetve Plasma Desktop, azaz KDE. Gyakorlatilag ez egy picit megtévesztő dolog, miért? Mert nem a GNOME-ot telepíted, illetve nem a KDE-t telepíted ezzel, hanem csak a lemezképen lévő operációs rendszer, amilyen bemutatásai szól, telepítései szól, az GNOME-ot, illetve KDE-t tartalmaz, más asztali környezetet is fel lehet tenni, majd a későbbiek folyamán a telepítésnél meglátjátok, hogy azért van itt választék. Azaz nem azt jelenti, hogy a GNOME-os verziót töltöttem le, akkor csak a GNOME-ot tudom telepíteni, hanem azt jelenti, hogy a lemezképen a GNOME van, azzal tudsz próbálkozni, nézegetni, kipróbálni a rendszert, de mást is tudsz vele telepíteni a telepítőből. Na, miután letöltötte az ember, ráírja egy pendrive-ra, én a Venetoi rendszert szoktam használni, az a leggyorsabb, azzal működik, hozzáteszem, és utána a telepítést el is lehet indítani. Alapesetben ezt a képernyőt kaptam, gyakorlatilag a GNOME-ot indítottuk, nyilvánvalóan azt az image-et szedtem le, egy kicsit kezesebbnek tartom, mint a KDE-t. Gyakorlatilag nézzük is meg, kaptunk egy kis panelt, ki tudod választani, amit kell. Kitérnék egy pillanatra egy olyasmire, ami igazából nem a telepítéshez, inkább a későbbi használathoz fontos. Mivel hogy kellett valami OBS Studio vagy rögzítő cuccot felrakosgatni, és gyakorlatilag nulla, ismétlem, nulla előtanulmányt végeztem, egyszer-kétszer elolvastam egy-két cikket a rendszerről, és nagyon megtetszett, és a telepítés pontosan ennyi. Kikeresed azt a programot, amire szükséged van, és itt alul, illetve hát a program alatt eldöntöd, hogy folyamatosra, tehát telepíteni szeretnéd, vagy beszeretnéd írni a konfigurációs fájba. Ide ki van írva a pontos neve, ezt kell csak belemásolni. Konfigurációs fájba, illetve hogy egyszeri telepítést, próbatelepítést szeretnél tenni, és ezt bemásolod a terminálba. Ennyi. Tehát annak ellenére, hogy egy összetett rendszer, nagyon szépen le van írva minden, nagyon jól, nagyon kényelmesen használható, hiszen nem kell begépelni semmit, nem kell különböző fájlneveket, csomagú neveket megjegyezni, nem kell különösebben okosnak lenni, hanem prezentálják azokat a lehetőségeket, amivel te tudsz élni. Oké, ennyi volt a kitérő, ezt be is csukom. Utána elindult a telepítő, tehát alapból így indul, hogy a telepítő képernyője megvan. Hogyha nem érdekel a többi egyéb akármi, hozzá se kell nyúlni. Még elő se kell hívni az alsó panelt, hanem mehetünk is tovább, hogyha azt szeretnénk. A nyelvet megváltoztatjuk, nyilvánvalóan megkeressük, hogy van-e magyar. Természetesen van, hiszen ennek a telepítő rendszernek, ennek az alap beállításában rengeteg nyelv van. Beállítottuk a magyar nyelvet, a következő dolgok, amit mindig elmondom. Támogatás, ismert hibák, kiadási megjegyzések. Ezeket nem most kéne elolvasni.
hanem akkor, amikor eldöntöd, hogy ezzel foglalkozni szeretnél-e. Megint elismétlem, a NixOS iszonyatosan más, mint a többi. Itt rengeteget kell olvasni. Először olvas és nézd meg több videót, és utána döntsd el, hogy ez neked kell, avagy nem. Miért? Mert azért ez olyan rendszer, amihez nagyon-nagyon sokat kell olvasni, tanulni, videót nézni. Oké, a szokásos ijesztegetés, hogy azért tanulni kell, megvolt. Következő. Ugyanaz, amit szoktunk. Budapest eltalálta az időzónánkat, természetesen Európa Budapest, a rendszer területi beállításai magyar, ha változtatni akarsz, változtathatsz, dátum, számformátum, természetesen meg tudod változtatni nemzetközire, vagy esetleg olyanra, amilyen neked kell. Következő, nincs vele gond, mit látunk, billentyűzet, magyar billentyűzet, igen. Figyelj arra, hogy a billentyűzet kiválasztása jó legyen, tehát esetlegesen, hogyha angol, más karaktereket ütsz be a te billentyűzeteddel, mint hogyha magyar a kiosztás. Erre figyelj, mert a jelszót, hogyha úgy adod meg, hogy angol, és esetleg A betű, Ö betű egyéb van, vagy egyéb karakter, akkor elő szokott fordulni, hogy esetlegesen a magyar telepítésű billentyűzet nem feltétlenül ugyanazokat a kódokat, azokat a karaktereket küldi el a gépnek, mint az angol esetleg telepítés közben, és akkor nem tudsz majd belépni. Azaz, magyar. Következő. Jelentett idáig valami gondot egy ilyen rendszer telepítése? Nem. Ugyanaz, mint eddig. Megadjuk a nevemet, az még mindig Laci, a jelszót most kivételesen 3 darab A betű, és mit látunk? Nagyon jól beállítható az, hogy van egy minimális hossza, én úgy gondolom, hogy meghosszabbítom ezt a jelszót, 1, 2, 3, 6 betű, 1, 2, 3, és megint azt mondja, hogy ez egy palindrom, azaz a, az neki nem jó. Ezt azért csináltam meg így, mert vedd észre, van olyan operációs rendszer, van olyan Linux disztribúció, ami ugyanezt a telepítést használja, de nem figyel oda arra, hogy ez így jó legyen, azaz nem várja el, hogy normális jelszót adjál. Természetesen megadok egy másik jelszót. Oké, a jelszó megbukott szótár ellenőrzésen. Na hát, még egy védelem. Oké, ebben a pillanatban csúnyákat mondhatnánk a rendszerre, kitalálójára és a felmenőjére, de én azt mondom, ez jó. Legyünk őszinték, ez jó. Odafigyel arra, hogyha már kapsz egy igen kemény, igen jó és igen érdekes rendszert, akkor már légy szíves, te normális. Normális jelszót megadni és védd a rendszeredet. Itt azért egy kicsit más a hozzáállás, mint hogy mondjam, egy kezdőbarát Linux disztribúciónál, amelyik hagyja, és úgy is láttátok többször, hagyja és engedélyezi a kőkemény jelszavamat, ami áll 3 darab A betűből, ez nem engedélyezi. Ennek örömére megadok egy jelszót. Oké, megadtam a jelszót, milyen lehetőségeink vannak? Ki tudjuk venni a pipát a kemény, a normális jelszók elől? Ne tegyük. Oké, nyilvánvalóan, hogyha felrakunk egy normális rendszert, ez kísérleti rendszer lesz, ez nem olyan, hogy egy-két nap alatt leszerem aztán kalapkabát, ezért normális jelszót adtunk meg neki. Oké, a jelszó megkérdezése nélkül automatikus bejelentkezés, ez számunkra nem kell, meg kell adni a jelszót mindig. Normális rendszer, normális elvárásokat ad. Ugyanaz a jelszó használata az adminisztrátor felhasználónak, igen, saját gépen ez elfogadható, nyilvánvalóan olyan telepítésnél, ahol más is hozzáfér, vagy több felhasználós, ott nem. A következő lehetőség, micsoda, kiválaszthatod, megszokott módon, sok helyen megszokott módon, azt a felületet, azt az asztali környezetet, amit te telepíteni szeretnél, alapból ízlések szerint. Az alapelgondolás az, hogy olyan rendszert választasz, amit ismersz. Mindegyiket ki lehet későbbiekbe próbálni, tehát ahogy az elején mondtam, itt azért könnyen lehet rendszerek között váltani, konfigurációs állományok között váltani, de én úgy gondolom, hogy alapesetben ne azzal menjen el az időd és a kedved az egészről, hogy olyasmit teszel fel, ami éppen ismeretlen. És hozzáteszem, elég szép választék van,
ki tudod választani, mi tetszik. Ezek közül bármelyiket felrakhatod, mindegyik működik, hogyha pedig csak egy olyan környezetet szeretnél, nyilvánvalóan, ahol nincs asztali környezet, akkor no desktopra fogsz bökni. Oké, XFCE, egy kis kritikát szeretnék gyakorolni. Jó lenne, hogyha nem egyet, hanem többet is tudnék választani, és akkor már az asztali környezetek közti váltást is meg tudnám próbálni teszttelepítésben. Következő, oké. Itt egyértelmű a kérdés arra vonatkozik, hogy bár maga a NixOS jellemzően csak szabadforgalmú, teljesen szabad szoftvert használ, de szeretnél-e hozzáférni, telepíteni és megismerni olyan szoftvereket, olyan meghajtókat, olyan drivereket, amik nem teljesen szabadok, azaz zárt forráskódok. Igen, én ezt szeretném megtenni, előfordulhat, hogy ilyesmire szükség van, nagyon érdemes bepipálni, kivéve akkor, amikor teljesen szabad szoftver szeretnél használni, nem feltétlenül jó dolog, elméletben jó lenne, de gyakorlatban azért a nem szabadokat is érdemes bepipálni. Következő, mit szeretnél csinálni? Telepíteni. Természetesen particionálunk, a szokásos gondolatot kapjuk meg, kiválasszuk azt a lemezt, amire telepíteni szeretnénk, nem ismétlem el, erre azért oda kéne figyelni. Nyilván én könnyű helyzetben vagyok, egy külön 120-asra fogom tenni, nagyon eltolni nem tudom, más 120-as SSD nincs benne. A meglévő mellé telepíteni szeretnéd, igen vagy nem, ekkor a meglévő operációs rendszered megmarad, és mellé kerül a NixOS. A következő a partíció lecserélése, természetesen ezt is lehet választani, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban le szeretném az egész lemezt törölni, ez az én megszokásom, utána leformázza és feltelepíti a rendszert. Át kell gondolni, hogy mit szeretnél, én most nem mellé szeretnék telepíteni, hiszen az előző operációs rendszer, ami ezen a lemezen van, az már nem kell, azaz lemez törlése. A lemez törlése, ez egy olyan jó áthidaló gondolat, hogy megkérdezi azt, ami számomra jelenleg nagyon fontos, az, hogy swap, swap nélkül, illetve hibernálással vagy hibernálás nélkül szeretnél telepíteni. Én a swap nélküli telepítést nem szoktam ajánlgatni. Az, hogy szeretnél-e hibernálni, alvó módba átküldeni a gépet, vagy nem, az a te dolgod, az szerint válasz. Logikus feltételezés, a legnagyobb swapot akkor készíti, ha hibernálást választunk, így a memóriánál egy picit nagyobb swapot készít, hagyományosan nagyobb, így a memóriában lévő összes cuccot le tudja írni a lemezre egy altatáskor. Ezt érdemes választani, nekem alapból az előző rendszernél is ez volt. A rendszert szeretnéd-e titkosítani, vagy nem? Én most nem szeretném a rendszert titkosítani, következőre nyomom. Elolvasod, hogy mi történik, látható a változás, megnézem, igen, a 120 G-sen van, az törölni fogja, és a partíciókat el fogja készíteni az összes dolgot, telepítés, vissza, vagy mégse telepítésre fogunk bökni, megjegyezzük, hogy 16 óra 36 van. A telepítés elindult, én nem szoktam ezzel foglalkozni, nem szoktam nézegetni, ha valakinek érdekes, hogy mit csinál éppen a gépe, megnyomja ezt a kis log gombot, és szépen ki fogja írni azokat a teendőket, azokat a dolgokat, azokat a lépcsőket, amiket ő elvégez. Sokan szeretik, én nem szoktam nézegetni. Ha valami probléma van telepítéskor, az első telepítés besül, és nem települ, akkor igen, akkor ránézek, de egyébként nem. Ahogy ki is érte, a telepítés befejeződött, 43-kor fejezte be, gyakorlatilag ez megszokott, és nagyjából elfogadható telepítés. Általában ezen a gépen olyan 10 perc környéki a telepítés, attól függ, hogy mennyi csomagot rak fel, attól függ, hogy melyik telepítőrendszert használja a disztribúció, és attól is függ, hogy éppen mekkora méretű az a telepítés, illetve hát miket jelölt be az ember. Nyilvánvalóan kényelmi okokból szeretem a gyors telepítő dolgokat, ez 10 perc alatt lefutott. Utána nincs más teendőnk, újraindítás most, illetve a befejezésre bökünk.
Miután felraktuk a rendszert, elindítottuk, illetve újraindítottuk a gépünket, milyen gondolatokat lehet megtenni. Gyakorlatilag ugyanazt kapjuk, mintha más operációs rendszer alatt, más Linux disztribúció alatt az adott asztali környezetet feltelepítenénk. Itt nem arról van szó, hogy egy előre beállított, bekonfigurált disztribúciót kapsz, a Natur alap asztali környezetet kapod meg, amit kiválasztottál, és a beállítás már a te dolgod, azaz nem arra ment ki a NixOS, hogy egy asztali környezetet mondjuk jelesen az XFCE-t ő maga beállítsa, hanem arra, hogy egy unikális, érdekes és nagyon jól használható és valóban is stabil olyan operációs rendszert adjon neked, ami más, mint a 99%-ban egyforma Linux disztribúció. Miért egyformák? Azért, mert a legtöbb Linux disztribúciónak ugyanaz az alapkoncepciója. Miért mondom azt, hogy ez más? Miért mondom azt, hogy a többi egyforma? A többinél, illetve a nagyon-nagyon sok egyéb disztribúciónál kettő olyasmi van, ami eltér: a csomagkezelés, meg az, hogy mennyire állítják be a rendszeredet. Itt azok a dolgok, amik ott megszokottak, nem ugyanúgy működnek, más koncepciót követnek, nem arra mennek rá, hogy kapjál egy szép asztali környezetet előre beállítva, bekonfigurálva, hanem arra, hogy egy olyan lehetőséget kapj, amiről már beszéltem. Ismételhető, újra és újra és újra felhasználható konfigurációs fájlokat kapsz, és egy olyan megoldást, ami viszonylag eltér a megszokott csomagkezelésektől, eltér attól, hogy beírod, hogy apt-get, és utána valami installálódik, felülírja a többit, az eredetit, a régit és az előzőt, és utána megkapod az új verziót. Újra kell tanulni a Linuxról elgondolt dolgaidat, újra kell dolgozni azzal, hogy ezt normálisan és kényelmesen használd, azaz nagyon más. Egyetlen egy olyan dolgot szeretnék azon kívül elmondani, hogy gyakorlatilag egy alap XFCE-t vagy az általad kiválasztott asztali környezetet kapod meg, az, hogy kapsz egy gépkönyvet, egy leírás természetesen angolul, az alkalmazások között van olyan, hogy rendszer, és ott van, hogy NixOS manuál, rákattintasz, egy nagyon jó leírást kapunk természetesen angolul, az alapbeállításokat, az alap dolgokat, az alap elképzeléseket ő számodra megadja, és utána már be tudod állítani a rendszert. Sok tanulás, kísérletezés és, hogy úgy mondjam, kilódás után egy nagyon kezes rendszert tudsz összeállítani. Gyakorlatilag ennyit tudtam elmondani a NixOS-ről, mindenkinek azt javaslom, gondolja át, hogyha érdekli, telepítse, most már kényelmes a telepítés, felrakod a saját környezetedet, amit megszoktál, és utána kísérletezel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!